A Marosmenti Vállalkozók Szövetsége igyekszik minél több lehetőséget biztosítani a helyi és a térségi vállalkozóknak a közös gondolkodás lehetőségére, a tanácskozásra, és hogy megosztják tapasztalataikat egymás között. Éppen ezért szerveztek egy kerekasztal beszélgetést a Hagyma Fesztivál részeként, melynek házigazdája Szil Zsolt volt, aki stábunknak kifejtette, hogy mitől tud jól működni hosszú távon egy vállalkozás. Én azt gondolom, hogy haladni kell a korral. Egyetlen dolog a biztos ebben a mai világban, ez a változás. És most már nem a nagy hal eszi meg a kis halat, hanem az a hal marad életben, amelyik jobban tud alkalmazkodni a változásokhoz. Ez a világ minden részén így van, így nálunk is így van. Én azt gondolom, hogy egy vállalkozás akkor tud sikeres lenni, hogyha a saját technológiáját folyamatosan fejleszti, illetve nem fél újabb és újabb módszereket is kipróbálni. Ezeket tesztelni kell, és ami működik, azt nyilván használni fogjuk, és minél több gyakorlatban használható tudással rendelkezünk, annál rugalmasabbak tudunk lenni akkor, amikor valami változás következik. 5 vállalkozásnak adtak teret, hogy bemutassák az eseményen. A Kalkulusz ZRT tevékenységét Molnár Viktor alapító prezentálta a hallgatóság felé. 2010-ben hozta létre a könyveléssel foglalkozó cégét, már a 16 munkavállalóval dolgozik együtt, és több mint 300 megbízójuk van. Tőle Szabó Gábor, a Hidromax Hungária Kft. Ügyvezetője és társtulajdonosa vette át a szót. A makói telephelyű cég közel 20 főt foglalkoztat, és jelen van a duális képzésben is. Igaz Róbert és párja, Juhász Nóra, a Sofadress és az Enerdox cégeiket hozták el a makóiaknak. Az egyik a online értékesítés, kiskereskedelmi értékesítés. Bútorhúzatokkal kezdtünk milyen foglalkozni annak idején. Ezt a mai napig is nagy szívvel és nagy lélekkel csináljuk. Jelenleg kizomulóan telephelyünk, nagyon szeretjük, most egy pár éve költöztünk oda. Ez már saját telephely, hál' Istennek. Utána a cégnek a másik profilja pedig a gyártás. Prémium kutyafekhelyeket, kutyás felszereléseket, illetve babás kiegészítőket gyártunk. Több évtized annak, hogy a papcukrászda édességeit ehetjük és hűthetjük magunkat fagyiukkal a legforróbb nyári napokon. Lavval Pap Zsófi az üzlet egyik cukrásza mellett országos hírnevet is szerzett Makónak az idei esztendőben, ugyanis a Kikelet alkotása lett Magyarország legjobb cukormentes tortája. Testvérével, Pap Dániellel azon dolgoznak, hogy minél tovább éljen a családi vállalkozásuk. Gyakorlatilag ugye nagyszüleim nyitották a vállalkozást 42 évvel ezelőtt, utána édesapám vette át 2000 környékén, és gyakorlatilag ahogy én oda kerültem 10 éve, akkor mentünk át egy ilyen generációváltáson a vállalkozáson, és most már így gyakorlatilag hárman vezetjük a üzletet, édesapám, én és a GOM. Egy üzlettel indultunk, most 3 üzletnél tartunk jelen pillanatban. Sokan ismerhetjük a Hello Mi Bar cég nevet a városban, hiszen szinte az összes városi rendezvényen képviseltetik magukat és hozzájárulnak a kikapcsolódáshoz. Megalakulásukról és a mindennapjaikról számolt be a közönségnek Csőke Norbert tulajdonos. A kerekasztal beszélgetést televíziónk teljes egészében rögzítette, melyet ma esti 18 óra híradónk után tűztünk műsorra.